Nos, kedves nézők, kezdjük akkor a fotózással. Ahogy a bevezetőben mondtam, 2003 óta, augusztus 29-e, a Magyar Fotográfia Napja, az első Magyarországon nyilvános eseményen készült fénykép, azaz daguerrotípia emlékére. Ugyanis 1840-ben a Magyar Tudós Társaság nagygyűlésén Vállas Antal, rendes tag, a Nemzeti Kaszinó Duna felé fekvő termeiben két, hát ahogy mondani szokták szaknyelven, olajozás és égetés nélkül általa készült daguerre-féle fényképet mutatott be. A daguerrotípiát egyébként Louis Daguerre és Nipce, nehéz kimondani a nevét, és a kiejtését is nagyon sok felé mondják, hát Népsze, maradjunk ennél. Ő találta fel, ez a két nagyszerű tudós, és fejlesztette ki, aztán rohamosan fejlődött a fotográfia. 1861-ben James Clerk Maxwell bemutatta az első színes fotót, és William Fox Talbot megalapította és megalapozta a mai, hát hogy is mondják hivatalosan, sokszorosíthatóságot, biztosító negatív-pozitív eljárást. Hát muszáj megemlíteni néhány nevet is, hiszen nagyon sok világhírű magyar fotográfus is volt, például Robert Capa, André Kertész, vagy éppen Moholy Nagy László, is még sorolhatnám, és Petőfi 200. A Petőfi daguerrotípia az egyetlen a költő alakjáról készült fennmaradt fénykép, amit még hát annak idején nem lehetett sokszorosítani. Állítólag Egressy Gábor színész, a költő barátja készítette ezt, úgy 1844-45 körül. Hát aztán persze a mai technikával már később restaurálták is a képet. És hát úgy visszaemlékezve megírta Petőfi Sándor, hogy nagyon nem szerette magát úgymond képmásoltatni, és amint mondta, utálom a bálványt, a valónak hazug mását, aki szeret, megőriz lelki szemeivel. De vajon milyen a mostani 21. századi fotográfia, a fényképezés? Kisvártatva kiderül.